A Bábolnai Hölgyek Egylete kisgyermekes szekciója rendszeresen szervez baba pikniket, apró talpúak piknike elnevezéssel. Július 26-án az önkormányzati hivatal mögötti játszótérre invitálták a kisbabás családokat egy kis beszélgetésre, játékra, ismerkedésre. A Bábolnai Hölgyek Egylete szervezésében immár ugye visszatérő alkalom a babapiknik itt a város központi játszótéren, ami nagy öröm a szülők számára. Látjuk, hogy édesanyák, édesapák együtt játszanak a gyerekekkel, de mégis mi az a csoport, ami pontosítható, kiáll a háttérben? Igen, valóban a Hölgyek Egylete szervezi a rendezvényt. Nagy segítségünkre van a Bábolna és környéki Babamama Bőrze és Fórum csoport, ahol ugye hirdetni tudjuk, és a legtöbb anyuka jelen van a csoportban, így mindenkihez eljut az információ. Nektek személy szerint, ugye, akik a szervezői vagytok ennek az eseménynek, nektek hozott barátságokat egyébként, vagy a gyerekeiteknek hozott barátságot ez az alkalom, vagy a korábbi alkalmak? Ez a harmadik alkalom az idei piknik, és mi voltunk az elsők talán, tehát a mi gyerekeink voltak egy évesek, amikor elkezdtük ezt, és igazából azóta is jobban vannak, egy csoportba járnak koviba, ugye évről évre az új anyukák, vagy az ismerettségi körben újdonsült anyukák csatlakoznak, és ilyen szép számmal lettünk 3 év alatt. Apukák is vannak ilyenkor a játszótéren, ami ugye azért jó, mert őket azért nehezebb lecsalni gyakorlatilag, ugye van nyilván több dolguk is, ugye mégis a gyerekek körében ők is szeretnének lenni, ez látszik. Igen, ennek nagyon örülünk. Nyilván ugye az apukák, amennyire idejük vagy munkájuk engedi, ilyenkor részt vesznek, ugye ez nagy segítség, az anyukák egy kicsit tudnak beszélgetni, hogyha apa figyel a gyerekre. Meg hát azért Bábolna egy kis közösség, szerintem az apukák is találnak is ismerősöket egymás között, tehát találnak társaságra. Van ez a piknik, van a bababőrze, ami ugye a használt holmik vására, ami nagyon hasznos dolog, ugye, mert tényleg gazdára találnak a baba holmik a köreitekben. Mit tud még ez a fórum, és mi lesz a folytatásban? Hát a fórum maga az ugye ilyen, főleg az eladás és vétel, viszont most már egyre jobban információs csatornaként is működik, tehát kitesszük a különböző cikkeket, különböző programokat, tehát egy tök jó közösség jött létre. Úgyhogy végül is a fórumnak magának úgy gondolom, hogy tehát kimerítjük azt, amire ezt így használjuk. Ugye bőrzét már nem tartunk olyat, ami a szabadidőközpontban volt, ez megmaradt most már internetes, hanem helyette zsibongót tartunk, majd ősszel lesz a második, ami egy kézműves foglalkozás gyerekeknek, és ugye nyáron ezek a piknikek, ami idén júniusban elmaradt, viszont júliusban és augusztus végén is tervezünk, és augusztus végén lesznek különböző programok is, úgyhogy még szervezés alatt áll, de egy kicsit megpróbáljuk színesíteni a játék mellett a kilátogatóknak. Azt lehet látni, hogy ugye most már sokan vagytok a nagy meleg ellenére. Ez nektek is melengeti a szíveteteket, hogy akár a kezdéshez képest is nyilván látjátok, hogy mennyien gyarapodtak, mennyi több követője van ennek a csoportnak, a fórumnak, és ennek a baráti társaságnak. Igen, nyilván, tehát azért csináljuk, mert igazából nem kerül akkora nagy energia befektetésbe, mégis látszik, hogy szeretik a szülők. Tehát más az, amikor kijön, persze délután nagyon sokan járnak ki a játszótérre, de mint például én, ritkán jutunk el ideig, és ez egy ilyen szervezetten mégis jobb, és azt gondolom, hogy mindenki úgy megy el innen, hogy jót beszélgetett, a gyerekek jót játszottak, és persze nyilván ez sikerélmény. De úgy gondolom, hogy ez a városnak is egy sikerélmény, hogy a családos szülők egyre jobb közösségi kovácsolódnak. Akkor tehát pontosítható az augusztusi alkalom, hogy ez mikor lesz? Augusztus utolsó hétvégéjén lesz, de hogy csütörtök vagy péntek, ezt még nem tudjuk. Úgyhogy ez is még megbeszélés alatt van, mivel az életfája avatással általában összeszoktuk kötni. Ennek még a pontos dátumát nem tudom. Úgy látom, hogy nagyon jól is érzitek magatokat egymás társaságában, hiszen már jól ismeritek egymást ti, anyukák. Mi tavaly még nagyon kicsik voltunk, úgyhogy mi tavaly még pont nem vettünk részt ezeken a piknikeken, mert ilyen 1-2 hónaposak voltunk csak akkor. De már akkor is azt gondoltam, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés. Most is úgy gondolom, elég sokan vagyunk, és azt gondolom, hogy még többen leszünk szerintem.
Nekünk is jó anyukáknak, mert azért majd később csak ovis társak is lesznek a gyerekek, meg iskolás. Majd megyünk mindjárt, pápa. Iskolás társak is lesznek, úgyhogy jó, hogyha egymást is megismerjük. Meg hát a gyerekeknek is azt gondolom, hogy ez egy jó szórakozás, itt elszaladgálnak, megismerik egymást, és azt gondolom, hogy könnyebb lesz majd nekik az összeszokás is a későbbi időszakban, úgyhogy én remélem, hogy még egy pikniket mindenképpen fogunk tartani idén. Előfordul egyébként az is, hogy esetleg így a kismamák körében olyan témákat tudtok megbeszélni ilyenkor tényleg lazább, boldott környezetben, amiről egyébként hétköznapokon mondjuk nem jut idő, vagy mondjuk nem írásban közölnétek bármilyen közösségi oldalon, hanem itt lehet beszélgetni gyermeknevelő témákról? Igen, azt gondolom, hogy ezt is ugye mindenki másképp csinálja. Ezt a gyereknevelést is, de szerintem egy ilyen 20 perc vagyunk itt, de már a fogzás témát kibeszéltük itt két anyukával is. Igen, ez erre is jó. Meg látjuk, hogy ki hogy viselkedik, vagy hogy próbálkozik ezzel a gyerekneveléssel. Igen, azt gondolom, hogy... Meg ugye vannak nagyobb gyerekek, szerintem ez a kicsiknek is pozitív, hogy ugye a nagyok mindig... példát mutatnak, hál' Isten egyébként általában jó irányba. Úgyhogy igen, szerintem ezért is, hogy személyesen tudunk. Meg ugye azért anyaként nem akkor jövünk el otthonról, amikor akarunk, meg nem akkor találkozunk, amikor akarunk, és az, hogy még csak a közösségi portálokon beszélgetünk, azért az nem ugyanaz, mint személyesen. Úgyhogy ezek a piknikek ezért is jók, meg ezek a találkozók. Kapcsolódsz ennek a baráti körnek más eseményeihez is? Gondolok itt akár ugye a működő bababőrzére, vagy egyéb más ilyen eseményhez? Én igen. A szervezőket elég, tehát gyerekkorom, én ugye idevalósi vagyok, mint a szervezők is, és elég jól ismerem őket. Úgyhogy igen, már idén én is voltam a bőrzén, meg ugye idén most nem is bőrze volt, hanem volt egy, meghívták egy gyerekorvost, aki előadást tartott, ami szerintem szintén nagyon hasznos volt. Meg a gyerekeknek voltak foglalkozások, ami szintén jó volt. Úgyhogy igen, én azt gondolom, hogy ennek mindig lesz jó. Mindig lesznek anyuk, mindig lesznek új kisbabák. Lemész, akkor menj! Nem, mindig lesznek új kisbabák, meg hát ide még mi is tudunk jó pár évig jönni. Úgyhogy igen. Hát te három gyerekkel érkeztél ide a babapiknikre, ami ugye nagyon rendkívüli, már csak abban is, hogy legalább egy jó példát mutatsz a többieknek, aki egyel vagy netán két gyermekkel, hogy így is lehet csinálni, három gyereket is lehet így egyszerre nevelni. Úgy tudom, hogy nem régóta vagytok itt, hogy is van a te példatárad? Hát ilyen két hónapja költöztünk ide, és azért jöttünk ki pont, hogy ismerkedjünk. Nekem is jó így szülőkkel, meg a gyerekek is, hogy barátokat szerezzünk. Nyilván ugye a nagyobb kislány hamarosan, vagy már netán ugye intézményesített formában, bölcsődébe vagy óvodába fog járni. Ennek választása fontos, hogy megbeszéld itt az anyukákkal? Hogy hogyan történik a helyi szokások szerint ez? Persze. Hát, hogyha valakivel összeismerkedünk, akkor mindenképpen kikérem a véleményüket, hogy hová, igen. Ugye nyilván itt egyetlen intézmény van, tehát ez adott lesz, viszont az, hogy ott milyen körülmények várják, az biztos neked igen, fontos. Igen, a csoport is, mert ugye van vegyes csoport, meg tiszta csoport is, aztán az is még nehéz, hogy akkor hová, melyik a jobb. Igen. Hogy tetszik ez a központi rész, ahová ezt a babapikniket szervezték, hiszen azért ez a városnak a legnagyobb játszótere, mondhatjuk így, a központi játszótér itt a városközpontban? Igen, nagyon. Hát nem itt vagyunk a közelbe, de ide szoktunk jönni legtöbbször, mert ez a legjobb játszótér. Jó, hogy zárt, nem tudnak kimenni, nem kell egymás, vagy mindig szaladgálni utánuk, és akkor így itt szabadon játszhatnak. Hogy tetszik az, hogy működik egy ilyen családbarát csoport, tehát hogy anyukák összefogással működtetnek egy ilyen fórumot gyakorlatilag, hogy tényleg közösséget alkothassanak azok, akik hasonló problémákat és örömöket cipelnek? Igen, nagyon. Hát Komáromból jöttünk, ott semmi ilyen program nem volt, ahol így együtt lehettünk volna, úgyhogy ez nagyon, hogy ki fogjuk használni mindig szerintem.